Egy évvel ezelőtt orosz repülőgépek 2-500 kilogrammos bombát dobtak a mariupoli drámai színházra. Az épületben civilek ezrei kerestek menedéket a tűzharc elől. A légi csapás több száz mariupoli lakost ölt meg, köztük sok gyermeket. Ungváron, akár csak Ukrajna más városaiban, Hol vagytok címmel békés akcióra gyűltek össze. Цим заходом ми хочемо привернути увагу усіх людей. Ezzel az eseménnyel szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy mi történt Mariupolban, mert ott most vészhelyzet van, a város szinte teljesen megsemmisült. A mariupoli színház elleni légicsapásban elhunytak emlékelőt tisztelegtek a seregély testvérek nevét viselő megyei színház előtt. A menekültek elmondták, milyen nehéz volt elhagyni Mariupolt. Gyakran éppen a drámai színház közelében gyűltek össze azok, akik el akartak menni. 9 березня почалися авіаудари і виходити на вулиці було дуже-дуже небезпечно. Március 9-én kezdődtek a légi csapások, és nagyon veszélyes volt kimenni az utcára. Sok barátomat megölték a légi csapások. Nagyon ijesztő volt. Sokan az óvóhelyen maradtak, de ez nagyon kicsi volt. Az emberek az emeleten, a színpadon, a folyósókon húzták meg magukat, és amikor a légi csapás megtörtént, az emberek nem tudtak kijutni a bunkerből. Még mindig nem tudjuk, hány ember halt meg. Az akció során a Kárpátaljára érkezett mariupolia kirakták a szimbolikussá vált Hol vagy feliratot. Поряд з цією будівлею за декілька днів було нанесено напис краскою діти. Néhány nap múlva a gyerekek feliratot festettek az épület mellé. Azt akartuk, hogy a katonaság tudja, hogy itt civilek is vannak. Minden mariupoli lakos felhívta a családját, amikor volt kapcsolatunk, amikor fel tudtuk tölteni a mobiltelefonunkat, és azt kérdezték, hol vagytok? Biztonságban vagytok? Életben vagytok? Számunkra ez az élet szimbóluma, a remény szimbóluma. Annak szimbóluma, hogy ki tudunk jutni ebből a pokolból. Mindezek ellenére a mariupoli lakosok kiállták a megpróbáltatásokat, és sokan a szülővárosukat elhagyva itt folytatták szakmai tevékenységüket. Ljudmila Koloszovics Mariupolban rendezőként dolgozott. Most pedig megbízott igazgatója és művészeti vezetője annak a Donyecki Akadémiai Regionális Drámai Színháznak, amely Mariupol után Ungváron folytatta munkáját. 12 ember jött dolgozni Ungvárra. Jelenleg 44-en vagyunk. Volt 7 színészünk, 17 lett. Amióta Ungváron dolgozunk, ebben a színházban 5 bemutatót rendeztünk. Turnézunk, mindenhol bemutatjuk az előadásainkat, bemutatjuk a mariupoli színházat a belső menekülteknek. Az emberek sírnak, sokan nem tudják, hogy a mariupoli színház fennmaradt és újjáélett. A gyűlésen sok fiatal is részt vett, akik a mariupoli színházban történt tragédiában elhunyt barátaik tiszteletére jöttek el. Amikor találat érte a színházat, nem voltam messze. A város központjában laktam. Ott voltam az elejétől a végéig, amikor a katonáink elhagyták az Azovsztályt. A pokol 9 köre volt, nem is akarok emlékezni rá. Minden lángolt, minden füstben állt, minden másodpercben lőttek, mindenütt holttestek hevertek, a padokon valamivel letakarva. Az üzletek szétverve, nem volt se élelem, se víz. Az emberek a pincékbe húzódtak és vizet ittak a rozsdás csövekből. Azért jöttünk, hogy tisztelegjünk a színházban elhunyt mariupoliak előtt. Ez a mi városunk, és azért jöttünk, hogy támogassuk. Nehéz emlékezni. Sok szörnyűségen mentünk keresztül. A résztvevők gyertyát gyújtottak, így emlékezve az áldozatokra. Felidézték a történteket, és együtt kívántak mielőbbi békét minden ukrán számára.